Örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok! Itt is szép körbe összegyűltünk. Halleluja! Örülök, hogy eljöttetek. Egy-két téma, két téma, amiből az utóbbi az majd az üzenetem végén talán az ige hirdetés végére jutok el odáig, hogy erről is szó lesz, de már nem vagyok biztos, mert most már sok idő eltelt, mióta otthon ezzel foglalkoztam, több óra. Először is azt szeretném, ami így följött bennem, és terveztem, hogy valójában tisztába teszem, mert vannak jó páran, akik tisztában vagytok a helyzettel, amiről szó lesz, de hát Skype-on is azért többen vannak testvérek, meg a különböző beidegződések, tradíciók, emberi, gyülekezeti és társadalmi elvárások egyebek mentén. Én tudom, hogy még vannak tisztázandó dolgok a Márti és az én kapcsolatomra vonatkozóan. Tehát azon túl, hogy azt mindenkinek meg kell tudni emészteni igelmi módon, hogy köztünk ekkora korkülönbség van, nem fogok nagy kalandokba bocsátkozni, mert amit kell, azt mindenki tud. Emlékezhettek jó páran még a mi veszőfutásunkra minden területen, de hát nyilván, ahogy telt az idő, ő is, én is kizárólag az Úr vezetésének engedve viszonyultunk egymáshoz, amiben benne volt rengeteg próba, nehézség, ebben még az is benne volt, hogy talán egy 6 hónapos szünet is volt a kapcsolatunkban, aminek komoly és nyilvánvaló okai voltak, magyarul, hogy még mi az, amit az Úr bennünk finomítani, változtatni, ha úgy tetszik, gyógyítani akar, hogy képesek legyünk tőle megfelelő módon haladni utána is tovább. Hát ennek a gyümölcsei mára pedig hát messze túlmutatnak a jelen helyzeten is. Most már több mint 2 éve, igaz? Gyűrűvel eljegyzett mennyasszonyom a Márti. Várjuk azt, hogy az úrtól való helyzetben, lehetőség szerint, tehát a tőle való elrendelt időben, mikor házasodhatunk össze. Mert hát nyilván ez a legfőbb célunk. Ugyanakkor azt is nem egyszer kifejtettem, és ez nem új keletű dolog, én ezt korábban akár a gyülekezetben való szolgálatom révén is ezt hirdettem és ezt képviseltem, hogy a házasság az a két szívbeli valóságon múlik, nem azon, hogy közjegyző összead-e, vagy pásztor átteszi a kezét és megáld, mert ugyanúgy hűtlenek az emberek, ha más nem a szívükbe, paráznák, hát csak gondolják, hogy ezt kívülről kilátja. Az Isten látja, meg ajándék révén azért meg lehet ítélni ilyesmit. Tehát ezt a kört is most csak azért futom meg így az alapoktól, hogy akik ezt még nem hallották tőlem, azok tudjanak megbirkózni ezzel a tétellel, hogy el kell felejteni minden ilyen emberi meg egyházi tradíciót, hogy mikortól házas valaki. Akkor két ember egymásnak szívében hűséget fogad. Onnantól kezdve azon múlik, hogy ők házasok-e, hogy ragaszkodik-e ez a hűséghez. Hiszen ha van papír, ha van papi áldás, ha szívében valaki ez nem ragaszkodik, onnantól az Isten szemében már házasságtörő. Jézus azt mondja, hogy nem eltörön értem a törvényt, hanem megerősíteni azt. Tehát ha valaki csak a fele barátja feleségével gondol, az már házasságtörő. Ki veszi ezt komolyan? Hát remélem, hogy te nagyon komolyan veszed, mert én igen. De így az ellenkező is igaz. Tehát mi így tekintünk egymásra, mióta ezt az Úr engedi. Engem a feleségem, a most lesz 4 év, hogy elhagyom. És fél év múlva el is vált tőlem. Még 2 év múlva is, amikor Mártival már egymás felé fordított minket az Úr, de hát estünk, keltünk, mert azt se tudtuk, hogy mit meg hogyan. Az Úr meg megtáncoltatott minket, mert hol el kellett engednünk egymást, hol újra. Pont arra tanított meg, hogy ne az érzelmeink befolyásoljanak minket. Nagyon komoly lecke volt. De hát én még 2 év múlva is, vagy több mint 2 év múlva is még a fiaimmal azért mi azt vártuk, hogy csak visszajön ő majd. Hogy ezt miért mondom? Azért mondom, mert annyival nyilván felelősséget tartozok felétek és mindenki felé, aki velünk jár, vagy akár távolabbról figyel minket, hogy értse, hogy miben járok, miként élek, miben járunk, miként élünk. Világosságban járunk. Világosságban élünk. Tiszta, szent kapcsolatban. Az, hogy ez érzelmileg, meg emberi elvárások szerint tradicionálisan a társadalmi elfogadottság, vallásos érzelmek mentén kire hogy hat, az mindenkinek a saját problémája, de az probléma. Tehát ez jó ürügy arra is, hogy akkor, akinek ez problémát jelent, harcoljon meg vele. És igenis, össze fogunk mi házasodni, amint lehet, az Úrnak megvan a terve, és ennek megfelelően haladunk. A kor különbség, hát az, hogy most erről ki mit val, vagy egy Hag Péter azt prédikál, hogy én pedofil vagyok, meg hogy a pedofilia szellemének a jelenlétét jelenti már ez, hogy ennyivel fiatalabb a Márti, amire hát szegényű nem tehet. Erzsi tehet róla, hogy egyszer erről beszéltünk, hát
Németh Sándor, még amikor a nagyobbik fiam és ő mesélte ezt részletesen, ennek apropóján meg újra elmesélte később, hogy amikor ő még járhatott a gyülekezetbe, meg elment Keszthelyre és ő táborúba, és akkor amikor utoljára ott volt, ami nem volt olyan régen, akkor a Németh Sándornak föltettek egy kérdést, hogy mekkora korkülönbség lehet párkapcsolatban, és ő pontosan hosszan kifejtette, hogy a Bibliában ez nincsen meghatározva. Tehát bármekkora. Az Úrtól való legyen a kapcsolat. A mi kapcsolatunk az Úrtól való. Halleluja. Pont minden megvan benne, mind az Úrtól való áldásokban. Elképesztő próbák, nehézségek, az árát meg kell fizetni az élet minden területén az áldásoknak. Például volt, aki szünet köztünk, de hát én teljesen más emberként értem annak a végére, mert az kellett ahhoz köztünk, hogy 6 hónapnyi távolság, hogy engem valóban meggyógyítson az Úr. A gyerekeim felé való szomorúság, az ő kárvalottságuk miatt is sajnálás és egyebek mindennapi szenvedéséből jöttem ki. Én ezzel minden nap küzdöttem. Ha a legközelebb állok hozzám, tudják. Más nem. Ezt én nemrég tudtam letenni. Tehát például ez is egy nyomós oka volt annak, hogy köztünk szünetnek kellett lenni, mert teljesen másként tudok már viszonyulni, más a fogadó képességem, készségem, és akárnek még sok árnyalata van. Mert az Úr jó, csak alá kell rendelni neki magunkat. És azért téged se érdekel, hogy amúgy erről mi a látszat, meg ki mit gondol. Ha mi egymás felé rohantunk volna, amit mindenkit óvok mindig, hanem párkapcsolatban is az Úr felé kell mind a két félnek törekedni, ezt pont olyan Gyüliben nagyon jól elmagyarázta mindig a Bai Tamás, sokat szolgáltam vele együtt, és így párok felé is, mert akkor egymáshoz is egyre közelebb kerülnek. Fönt van az Úr, ha hozzá közelnek, akkor egymáshoz is egyre közelebb kerülnek. Mi ebbe jártuk, ebbe végezzük, ennek bizonyos szintjén állomásán tartunk. Az egy technikai dolog, hogy ő még otthon lakik, ez egy darabig még így is lesz, de majd megvan az ide, amikor ez is változik, és én is az Erzsékhez költözök. Persze a fiaimmal. Na tehát, és ezzel minden további kis későbbi megbotránkozást is szeretnék elkerülni. Mondom, ha valakinek ezzel problémája, 4 szem közt is tudunk erről beszélni, de akár közösség előtt is. De bárkinek ezzel problémája van, akkor azért jó, ha tudja, hogy a probléma oka az benne van. Tehát a megoldás is ott kell keresni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban valakinek? Mert most ez a rendhagyó helyzet, hogy Isten tiszteleten lehet kérdezni. Barbie. Én a híd gyülekezetébe szolgálok? Nem, ki lettem rúgva. Tehát akkor Németh Sándor felkenése miért lenne fontos az én szolgálat? Aki ilyet kérdez, az, na, az én hadd nem minősítsek senkit. Szóval a híd gyülekezetébe szolgálni az, akit a Sándor fölken, mégis én hány évig szolgálhattam, amíg abból hasznot húztak, csak aztán a Bai meg a Halk már nem tudta elviselni, hogy valakin keresztül mindez működik. Ez ennyire egyszerű. Azért tart oda, ahova tart a híd gyülekezete, szőröstű, bőröstű, és azért lesz velük az, ami lesz, amit mi tudunk, mert nekünk nem egyszer kijelentett az Úr. Igen, újra elmondja az Andi. Azt mondtam Anna Mari, hogy mennyi ember jött, aki katolikus háttérből származik, és kért a Viktortól segítséget, meg imád, és ők sem úgy jöttek, hogy megkérdezték, hogy a Viktor felkente a pápa. Tehát én csak azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy a így gyülekezete még sokkal rosszabb állapotban van, mint a katolikusok a történelmi egyház, mert ilyen szinten beszükültek. Erre még egy szituáció. Ezelőtt körülbelül 2 évvel Mártival voltunk a Lidlbe, mert akkor mi kapcsolatunk az még ezen a szinten volt, hogy eljött velem időnként a Lidlbe, és ott össze találkoztunk egy házas pár, ahol a férj a dicséretbe szolgál, a feleség meg nem. Az nem tudom, hogy szolgál valaki. De ők ilyen nagyon beépültek az első sorokba is, stb. És a férj pont elkezdte Peckhamre elvégezni a Szent Pál Akadémiát is akkor valamikor, tehát ő akkor már úgy érezte, hogy. És a Lidlbe összefutok, és akkor ott elindult egyfajta beszélgetés, ami hát főleg az akkori lelki állapotomban azért nem dobott föl. De amikor már másfél órát beszélgettünk, úgymond, és akkor a feleség egyszer csak mindegy ilyen megfellebbezhetetlen értként azt mondja nekem, de Viktor, mégis te miből gondolod, hogy neked elhívásod van arra, hogy emberek felé szolgálj? Tudod, akkor ott a beszélgetés véget is ért nagyon hamar,
Mert ránéztem, és akkor azon, de most akkor itt miről beszélünk? Tehát ezekkel nem tudok mit kezdeni. Nem is lehet, de nem is kell. Tehát pont, hogy engem az annak idén, hogy a feleségem, amit megtett, erre őt meg akarom védeni, jön a hídgyülekezet, beláttam, és hirtelen annyi igazságtalanság lett, egyszer csak ott térdeltem sírva, annyi hazugság jött rám, hogy uram, miért van ez? És tudod, mit mondott? Ez azért, mert ismerlek. Tudom, hogy ha 2-3 igazságtalanság, hazugság van, te beleállsz, és fölveszed a harcot. De az így, hogy ennyi van, és körbevettelek, és akkor így el kellett mindent engednem, mert azt mondom, hogy tényleg, ennyi hazugsággal mit kezdjek? Na most ezért nyilván az Úrtól való felelősségünk, és látjátok, mindig vannak újabb helyzetek, újabb dolgok. Tehát én azért szoktam erről beszélni, mert az Úr ilyen üzenetet ad. Na de hát, ha valaki nem érti, hogy miért ad ilyen üzeneteket, akkor beszélgessetek egymással, vagy tőlem kérdezzetek, mert mindig odaszántak, és mindig valamiben megújulóan azért csak utánad, vagy utánul nyúlnak meg, csak valahol meg akarnak sebezni. Hát persze a legnagyobb problémák, hogy nem tudnak. Mert engem Jézus Krisztus kent föl, és ő tett bizonságot a szolgálta, mert ezért nem tudta a hídgyülekezete tönkretenni. És ilyen érdekes, hogy minden egybeesik azzal, amit az ő főpásztoruk tanít, de persze az én személyemre vonatkozva, nyilván ő sem azt vallaná, amit amúgy hirdet, mert hát amikor már az ő érdekeik vannak sértve, és ezzel ezt fejezzük is be. Tehát akkor így, ez most messze vezetett, de remélem a Mártival való kapcsolatunk, akkor van-e van, akinek ezzel kapcsolatban kérdése? Jaj, az esküvőn részt tesztek-e? Hát te most zavarba akarsz engem hozni. Hát itt nem szórakozz vele, mert hogy mondod? Cigány csak vasárgon, igen. A kérdés amúgy jogos, azt leszögezném, hogy mi nem tervezzük ezt. De az teljesen nyilvánvaló, hogy azért ebben a körben is ez valahogy ezt meg fogjuk ünnepelni. Tehát itt hoztok sok ennivalót, meg ajándékot, meg elfogadjuk. Tehát egy ilyen homályos elképzelés már kezdenem kialakulni. Ez csak annyi hozzáfűzni való lenne, ha valaki ilyen spekulációja van a korkülönbségről, akkor nézze meg a Derek Prince-et. Egyszer egy nagyon idős felesége volt, aki szintén nagyon jó volt, egyszer meg egy nagyon fiatal kapott. És azzal is jó volt. Így van. És amit például megkaptunk igét, Ruth és Boázt. Tehát ott is nyilvánvaló, hogy komoly korkülönbség volt köztük. És a mi kapcsolatunkban ez nagyon sok azonosságot is mutat azzal. Tehát nem véletlenül kaptuk meg ezt az igét. Meg fognak is mindig mondani rám mindent. A lényeg, hogy te ahol kell, ott tudd és merd megválaszolni. Mert nem értem állsz ki, hanem magadért. Mert téged velem azonosítanak. Tehát köszönöm szépen, engem nem kell megvédeni. Hát engem eddig is megvédett az Úr, talán elég látható. De magad miatt, meg a közösségünk miatt. Ott felelősséged vagy, te ne hunyászkodj meg ne ijedj meg ne iszkoljál el. Te vagy, akinek emelt fővel kell kimondanod az igazságokat, mert te vagy jogosult, tehát te jársz világosságba. Hát láthatod a megnyilvánulások, a kérdések, a vélemények elképesztő ostobaságából, akkor te miért tartasz tőlük meg miért? Talán mert sokan vannak. Hát vedd egyenként őket. Tehát, egytől Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atya fia az elhívottaknak, akik az Atya Istentől megszenteltettek, és Jézus Krisztustól megtartottak. Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak nektek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Mert beloposzkodtak valami emberek, akik régebben előre beirattak ezen ítéletre. Visszatérnék a korábbi ige hirdetése, hogy igenis, vannak emberek, akik az Úr tudja az okát, de látod, előre beírattak az ítéletre. Tehát a gonoszságra kaphatóak, és így akkor el is végzik. Istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mind akik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet Egyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, akik nem hittek, elvesztette. Ki lettünk szabadítva?
ezzel a szabadsággal élni kell. Tehát egyrészt ki lettél szabadítva a te korábbi életedből. Erre inkább segít az Úr megszabadulni a régi önmagadtól. Többen ki lettünk szabadítva egy rossz utra tévedt közösségből. De hát akik régóta együtt járunk, azért tudjuk, hogy milyen az új emberünk egymásé. Mert hát, ahogy haladunk, volt alkalmunk megismerni, amikor még többször meg erőteljesebben megnyilvánult. Hát hála Istennek azért ez ma már nagy rész nem így van, de amikor te magad, meg ezt leginkább egyszer csak már magunk ismeri föl, meg magunknak van ezzel dolgunk, meg kifelé ez már nem hat, meg nem is nyilvánul meg. Na de ott az a lényeg, hogy meg két veszély van, hogy megijedsz tőle, akkor verve vagy. Vagy pedig nem veszed komolyan. Elbagatellizálod. Akkor is verve vagy. Ha megijedsz tőle, akkor ott hamar, mert akkor abból már rögtön olyan állapot, egyebek születnek, hogy nagyon hamar érzed a vereségedet, meg a kárvallottságot. Ha nem veszed komolyan, akkor ő látens módon hat, és idővel törbe fog ejteni. Tehát testvérek, ahogy itt mondja, így van. Aki nem hisz, az elveszik. Te pedig már nagyon jól tudod, hogy mi a hit, annak miként meg kell megnyilvánulni az életedbe, tehát hattól tovább. És az angyalokat is, akik nem tartották meg a fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakhelyüket, a nagynap ítéletére örök bilincseken sötétségben tartotta. Miképpen Szodoma és Gomora és a körülöttük lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak és más test után jártak, például vannak előttünk örök tűznek büntetését szenvedvén. Hát, itt megint csak azt mondom, hogy azért ne felejtsd el, hogy az új szövetség istene az, aki az ószövetség istene is. Tehát azért ne játszadozzunk az irgalommal. Töltsön a nagy hálával, hogy te az új szövetségnek vagy részesség, és az tényleg jobb szövetség. Abból is láthatod, hogy én is. Hogy ezzel mennyire tovább feszíthetjük a húrt. Na de tudod, ez csak látszólagos következmény nélküliség. Igenis, a jelen életedben, életünkben is megvan annak a következménye, hogy korábban, mikor feszítettük túl a húrt. És győzzük felszámolni őket. 8. Hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülvén a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és méltóságukat káromolják. Pedig mihály arkangyal, mikor az ördöggel várakozzá Mózes teste fölött vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: dorgálja meg téged az Úr! Ezek pedig azokat káromolják, amiket nem tudnak, amiket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak. Jaj nékik, mert a Káin útján indultak el, és a Bálám téveigéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóri ellenkezésével vesztek el. Ezek szent foltok a ti szeretett vendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magukat hizlalják, víztelen, szelektől hányt vetett fellegek, elhervadt gyümölcstelen, kétszer meghalt és többől kiszaggatott fák, tengernek megvadult habjai, a maguk rúdságát tajtékozók, tévejgő csillagok, akiknek a sötétség homája van fenntartva örökre. Ezekről is profétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, s feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségük minden cselekedetért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Ezek zúgolódók, panaszkodók, a maguk kívánságai szerint járok, szájuk kevésséget szól, haszonlesésből személyimádók. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Úrunk Jézus Krisztus apostolai mondottak. Na eddig, és majd innen folytatom. Visszalapozunk kicsit az eléről, mert szeretnék arról beszélni. Ide térek vissza, amikor azt mondja, hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülvén a testet megfertőztetik, tehát ez a 8-as vers, hatalmasságokat megvetik és a méltóságokat káromolják. Pedig mihály angyal is hogy járt el, igaz? Ahogy az imént olvastam. Tehát a káromolják az azt jelenti, hogy gyalászkodnak, sértegetik, becsmérelnek. És ahogy az Ószövetségben nagyon szigorúan tiltotta ezt az Úr, hogy hát értelmszerűen Istent, de ezen felül is a hatalmasságokat, és látod itt új szövetség igében, Júdás is erről beszél, így a például jelen korva a politikai vezetőket, vagy királyokat, államvezetőket és magas beosztásban lévő embereket, vallási vezetőket, szülőket, vagy az ószövetségi írás szerint az még kitér arra is, hogy a testi fogyatékosok, testi nyomorultsággal bírókat, aki káromolja, az súlyos bűnt követel.
Most itt a probléma az, hogy káromlás, és itt most maradjunk az Isten káromlásánál, mert minket ez érdekel, hiszen remélem is bízom benne, hogy amúgy nem káromolsz másokat, nem káromlod a szüleidet, nem káromolsz testi bajjal, fogyatékossággal bíró embereket, magyarul nem gyalászkodsz, nem becsmérled, és ez a politikusokra is igaz. Tehát az ő tekintetükben a mai világban nehéz kikerülni, hogy bármilyen módon véleményt formáljunk. Az ember akár könnyen megnyilvánul úgy, ami ennek a megítélése alá esik, de ne tegyük, és törekedjünk nem tenni. Mert amúgy ezeket is mindig indulatból, érzelmi megindulásból, felháborodásból végezünk, de a felháborodásból jön a megbotránkozás, ami már tudjátok jól, a felháborodás az egy hangulat, a megbotránkozás pedig abból eredő állapot, ami oda vezet ahova. De az Isten káromlására ma például a karizmatikus keresztények önmaguk közt nem találnak példát, mert azt gondolják, hogy ez olyan, hogy akkor direkt be a szent szemre vagy Istenre kell kimondani valamiféle gyalázatos beszédet, hát ettől pedig nagyon hamar megtanulnak tartózkodni. A probléma az, hogy Isten embereken keresztül, Jézus Krisztus embereken keresztül van jelen és nyilvánul meg itt a földi életbe, és akik vakok arra, hogy az emberben a cselekedetei által meglássák Jézus, hiszen a cselekedetekből lehet fölismerni, hogy egy ember Jézus Krisztusra jár-e, mivel ő is mindig a cselekedeteivel igazolta önmagát, semmi mással, de vakok rá, hogy ezt fölismerjék, mert az emberre néznek, és mivel érzéki emberek, a karizmatikus keresztények túlnyomó része is, ezért az érzelmeik mentén döntenek, és paradox módon pont a Jézus Krisztus megnyilvánulásai botránkoztatják meg őket, mert azok szembe mennek emberi elképzelésekkel, közösségi tradíciókkal, és sértik a klérusnak az érdekeit, irítség, féltékenység, értetlenség és egyebek révén. Ezért azok véleményét mindenek fölé emelve, hiszen így szocializálódtak, ennek rendelték alá magukat, képtelenek a látható ember mögött vagy benne, ha fel is ismerik, értékelni és mindenek fölé helyezni Jézus Krisztust. Ez óriási csapda. És ha meggondolod, akkor Jézus is ezért lett megfeszítve, hiszen az Isten káromlást ő maximálisan elkövette az ószövetségi törvények és látás és tradíciók szerint. Tehát ilyen értelemben ők azt gondolták, hogy jogosan feszítik meg. Milyen paradoxon, hogy azt feszítették meg, akit oly régóta vártak, és akinek a cselekedeteiből látniuk kellett, hogy őt várták. De nem tudtak a vezetők a saját érdekeiken átlépni, vagy vakságból, vagy önzésből, gonoszságból, hiszen amikor felmerült, vagy volt közöttük, aki megvallotta, hogy Jézus Krisztus az, akit ők üldöznek, vagy aki csak arra intett őket, hogy várják ki, hogy majd ebből mi lesz, mert ha mégiscsak Istentől van, akkor nehogy már mi álljunk ellene. Ezeken ők mindig átléptek, tehát az ő alattuk, ő befolyásuk, ha úgy tetszik, varázslásuk alatt lévő tömegek pedig, bármit tehetett köztük és velük Jézus Krisztus, képtelenek voltak fölvállalni őt, sokkal inkább a látható, kézzelfogható biztonságot jelentő érzelmi és akár anyagi biztonságot jelentő tradíciókba ágyazott vallásosság és vezetők mellett döntöttek, és az ő beszédüknek engedtek. És mindaz a hála és köszönet és öröm, ami a gyógyulásaikat, szabadulásaikat, etetésüket és mindent követett, kísért, az egyszer csak gyűlöletbe és ölési vágyba csapott át. Ez ma is ugyanígy működik, mert az ember ma is ugyanilyen, és ugyanezek a szellemi erők működnek. Káromolnak, lekicsinyelnek, gyaláznak, becsmérelnek, és még amit el nem követnek, mert a felháborodás, anélkül, hogy saját magukat sérelem érte volna, sőt, mégis a felháborodás az elvezeti őket a megbotránkozásra, mert ez olyan erős szellemi valóság. Ebben tömegek vannak ennek, a megnyilvánulásairól meg egyenként mindegyikötök írhatna egy könyvet saját megtapasztalások révén. Na de, az előző ige, amit most nem olvasok föl, de mégis beleolvasok egy kicsit, 3 János 1, a 9-től. Írtam a gyülekezetnek, de Diótrefesz, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, s akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Ez ismerős neked?
és nem is ez most a lényeg, csak azért említettem meg, hogy ugyanakkor azokkal, akik ilyen módon járnak el, azok a szembe, az Úr úgy vezet, és az az akarat, akkor föl kell emerni a szavunkat. Ahogy itt János is teszi. Teljesen más káromolni, vagy ahogy ő is itt mondja, megemlíteni, és így világosságra hozni, és nyilvánvalóvá tenni, okulásra, tanításra, vigasztalásra, feddésre, amit a profétálásra is mond az ige, na de hát ugyanez az Isten beszéd, ez mindenre vonatkoztatható, annak a szolgálónak a gonoszságát. Tehát a vallásos nem szent szellemmel járó embereknek és a gyülizésnek ez nagyon komoly és súlyos következménye. Nagyobb súlya van az önérzetüknek, az érzelméknek, a rendeléseknek és az általuk felmagasztalt pozícióban lévő emberek beszédének, mint a szent szellem valóságának. Mint a jeleknek, csodáknak, mint az Istentől való ember szolgálatmeneti bizonságtételnek. Ez teljes elfordulást jelent Jézus Krisztustól, akit újra mondom, csak is a jelek, csodák révén igazolta önön magát. Tehát káromolni, káromolva ítélkezni, amit itt beszél, a súlyos bűn. Nagyon vigyázzunk, hogy bármilyen támadás, bármilyen nyomás alá kerülünk, ennek a bűnében ne essünk el. Ugyanakkor az Úrtól való helyzetben is akarat szerint igenis van, amikor el kell mondani a gonoszságot. Amikor világosságra kell hozni dolgokat. De soha ne pszichéből, ne érzelmi alapon, ne önérzetességből, ne valamiféle nagy igazságérzet, meg mások, sokak igazának a nevében történjen, mert az nem az Úrtól van. Erre sok példát láthatunk, oda vezet, ahova vezet. Tovább, 16-tól. Ugyanígy figyelni kell arra, hogy zugolódók, panaszkodók, a maguk kívánságai szerint járók, akiknek szájuk kevésséget szól, haszonlesésből személyimádók. Ugye az ilyen emberek se tudjanak téged megtéveszteni. Hát nyilván alaphelyzet, hogy minden ilyen távol legyen tőlünk. Tehát nézd meg, hogy zugolódó vagy-e bármilyen helyzet vagy a hétköznapokban. Ha nem tudod, akkor kérdezd meg azt, akivel együtt laksz. Panaszkodó vagy-e? Én 12 éve töröm a panaszkodásnak mindent. Szintjét, formáját. Nyilván először a saját életembe kellett, de már a világba rájöttem, még ha nem is tudtam mindig megállni ebben, és ellene menni, de amikor és ameddig mindig volt rá lelki erőm, addig megtettem, hogy nem panaszkodtam. De hát nyilván a világban, amíg az ember pszichéje bírja, addig megállja, aztán meg nem. És akkor mindig meg kell benne újulni. De az Úrban egyszer csak már nincs szükséged a panaszkodásra. Tehát az ugódás, panaszkodás magadat mérgezed a környezetedet, és ez mind hitetlenség. Meg nem is veszik azt komolyan, hogy ez hitetlenség, a hálátlanság. Remélem nem kell kifejtenem, hogy miért. Aki nem érti, gondoljon utána, meg járjon utána. Önmagába. Tehát ezeket komolyan kell vennünk. A hangulatainkat kontrollálni kell. És ha meglep, akkor a meglepetésből minél hamarabb föl kell ocsudni, és kizavarni, túllépni rajta. A maguk kívánságai szerint járók. Ezt se kell nagyon részletezni, a saját elképzelések. Még ha azok mögött bármilyen indok is van, vagy még ha sokak elképzelése is. Szájuk kevésséget szól haszonlesésből személyimádó. Légy magadra mindig őszinte. És most itt a személyimádókon lépjünk túl, mert ez rád már nem vonatkozhat. Egyrészt itt módot sincs rá sem engem, sem mást imádni. Inkább a személyekhez való viszonyulás, a személyekhez fűződő kapcsolatot kell mindig megvizsgálni, hogy az ne legyen haszonlesésből, semmilyen haszonlesésből. Tehát ne csak az anyagi haszonra gondoljál, te ne akarjál érzelmi hasznot szerezni, elismerést vagy bármit, mert ugye nyilvánvaló, hogy akkor az nem önzetlen az a kapcsolat. És akkor ugye az is érthető akkor ahhoz, mi köze Jézus Krisztusnak. Tovább. Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időkben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságai szerint járnak. Ezek azok, akik külön szakadnak érzékiek, kikben nincsen szent szellem. Tudod, most ahogy így olvasom az igét, meg sokszor van ez, hogy például, és hát tapasztaltuk is, hogy a hídgyűlések pont ilyen igéket hoznak föl, hogy akik külön szakadnak, istentelek meg egyebek. Hát csak itt mindig ezért kell személyes felelősséget fölvállalva élni és megvizsgálni a helyzetet, hogy én hadd döntsem már el, és tudjam eldönteni teljes bizonyossággal, hogy én magam Istennel járok-e. Nem az, hogy kik mit gondolnak rólam, magukról, meg egymásról.
Hát pont ez a trükkben, az igét rá mindenki maga felé tudja fordítani. Hát ők azt hiszik az Istenjának, tehát te teljesen mindegy, ki lettél rúgva, elszakadtál, tehát akkor te rá ez vonatkozik. Ilyen égékkel jönnek. Testvérek, hát jó. Akkor ők higgyék azt, mi hisszük ezt. Na de itt jön a következő. Hogy ők azt hiszik, mi ezt hisszük. Ki tudja megmutatni? Azt, hogy ők valakire mutogatnak, aki meg tudja mutatni az Istennel jár, az nem ugyanaz, mint hogy te meg én személyesen meg tudjuk mutatni, hogy az Istennel járunk. A cselekedeteinkből, a természet fölötti cselekedeteinkből, amikkel Jézus igazolta magát. Akkor hogy lehet? Akkor két Jézus van? Két Isten? Ha ők is, meg mi is? Hát persze, hogy nem. Hát akkor ebből legyen neked biztonságérzeted. Ezért kell tudnod, ezért kell úgy élned, hogy tudd. De akkor te nem vagy becsapható, megtéveszthető, megijeszthető, megfélemlíthető. Mert a probléma ott kezdődik, hogy hát akkor most neki van igaza, vagy nekem? Hát ha nem tudod, akkor nagy bajba vagy. Vagy nem úgy élsz, vagy nem vagy képes magadnak sem elismerni, hogy úgy élsz, mert olyan valami nyomorodás van benned. Föl kell számolni. Ezért nagyon veszélyes az önállótlanság. Mert akkor ilyen igéket fölsorolnak, ők maguk hiszik, amit hiszik. Na és ott, ahol a jelek és csodák nem demonstrálják számukra, hogy valaki az Istennel jár, csak addig a pillanatig, amíg nem sérti a egyéni vagy önérzetet, ebben nem akarok belebonyolni, mert amit most fölteszek igehirdetést, erről is beszélek, a felekezeti varázslás és egyebekről, ez a két héttel ezelőtti, de ott akkor te is tudod bebizonyítani, hogy veled van az Úr, mert nem érdekli. Jézus feltámasztotta Lázárt, mit mondtak? Öljük meg a Lázárt is. Ez épp észre fölfoghatatlan, de mégis igaz, és így van, és ez a jelen valóság is. Újra mondom, az emberek nem változtak. A szellemi valóság nem változik. A sátán ugyanaz, aki volt. A módszerei ugyanazok. Így az emberek ugyanazt végzik. Azt, ez milyen színezetben mutatkozik meg, az teljesen mindegy, ha a lényeg ugyanaz. 20. Ti pedig szeretném épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Tehát neked és nekem a saját szívünket kell vigyázni, őrizni, tisztán tartani, mindig megtisztulni. Az rossz, hogy tisztán tartani, mert vagy rossz megfogalmazás részemről, mert nem tudod tisztán tartani. Nem tudod. Mindig meg kell újulni, mindig meg kell tisztítani. Na erre kell, hogy legyen igényünk. Mindaz, ami másokról és másokból megmutatkozik, mások bizonyítványa, az nekünk mindig tanulságként kell, hogy szolgáljon. Soha nem hihetjük azt, hogy mi annyira különbek vagyunk, meg mi már annyira messze vagyunk attól. Soha ne gondold. Mindig legyél összeszedett, legyél éber, mert a sátán okosabb és erősebb, mint te, meg mint én, meg mint mi együtt. Ezen csak az összeszedettség, az éberség, ami nem jelent más, hogy mindig is arra koncentrálok, hogy Jézus Krisztus éljen bennem immár, és ne én. Ez az egy védelmünk van, és ellenszer, esély és lehetőség a számunkra. És az, hogy tartsuk meg magunkat Istenek szeretetében, az mindig újra és újra fel kell, hogy hozza bennünk, hogy a szeretetünk a cselekedetekben kell megnyilvánulnia. Azt mondja, hogy azt szeret engem, aki megtartja az én beszédemet. Az ő beszéde pedig meg kell nézni, hogy mire sarkal minket. Ha úgy tetszik, mire utasít, hogy mit vár el a tanítványoktól. Ez már unosuntalan ismert tétel, úgyhogy itt lépünk is tovább. 22. És könyörüljetek némelyeken megkülönböztetvén őket. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, melyet a test beszennyezett. Tehát, az, hogy könnyűjetek némelyeken megkülönböztetvén őket, világos. Mi az, hogy rettentéssel mentsük meg őket? Hát vannak helyzetek, amikor adott embert bizony azzal kell ütköztetni, hogy az ő életfelfogása, vagy adott cselekedetei, bármilyen az Úrhoz, emberekhez való, élethez való viszonyulása, milyen következményekkel jár. És bizony van, amikor ez működik. Hogy így lehet őket csak kiragadni és megmenteni. Tehát soha ne sablonszerűen szolgáltok az emberek felé, ne sablonszerűen egy mintára nyilvánuljatok meg, hanem
mindig vennünk kell a fáradtságot, hogy igenis, figyelve a másik emberre, nem csak én elmondom neki azt, amit úgy érzem, hogy el kell, hanem figyelek rá, és akkor neki megfelelő módon a befogadó képességének, az adott helyzetnek, és hát ha igazán figyelek befelé, akkor ezek, mindezekkel együtt az Úr akaraták megfelelően fog beszélni, vagy megnyilvánulni, akár cselekedni. És akkor a rettentés az nem egy ilyen üres fenyegetés, ijesztegetés, vagy valamiféle kétségbeesett, indulatból jövő fenyegetőzés, vagdalkozás lesz, ahogy ez elő szokott fordulni, hanem igenis az Úrtól való erőteljes, bizonyos értelme, akár kiúzanító beszéd. Hát neked is, nekem hányszor meg kellett ijednünk ahhoz, hányszor kellett, hogy megrettenjünk egy-egy helyzetbe ahhoz, hogy bizonyos dolgokat nem csak hogy komolyan vegyük, meg fölvállaljuk, hanem kitartsunk benne, és tényleg olyanok maradjunk, vagy akarjunk lenni, amilyennek kell. Igaz? Emlékszel még, hogy milyen megrettenni? Jussanak eszembe időnként. Az jót tesz, hidd el. Ugyanez vonatkozik másokra is. 24. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsőség elé állíthat fedhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónak dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Amen. Halleluja. A mi Istenünk hatalmas Isten. Az egyetlen. Jézus Krisztus hatalmas Isten. Az egyetlen. Szent Szellem hatalmas Isten. Az egyetlen. Ők egyek. De te is egy vagy velük. Ezt nem az elméddel kell tudni fölfogni, hanem ez legyen megtapasztalás alapú valóságot szintén. Ahhoz az oly sok alkalommal már elmondottak szerint kell élnünk, ami nem csak a tevőleges élet, hanem a belső valóságunkból eredő új élet, ami nem a megszokások mentén, egy belül rejtett mássággal, hanem egy egyre inkább kifelé megnyilvánuló, mások számára is látható, új valóságban zajlik. Lehet, hogy bizonyos dolgok az életedben azért ugyanazok, mint még régebben, mert nem adod át ennek teljesen a szívet, tehát akkor nem tudsz abba az új valóságban az Úrtól való akarat szerint haladni, belépni, így bizonyos dolgokban nem jutsz előrébb. Ha te odaszánt vagy, így élsz, törekszel változni, akkor megváltozhatatlannak tűnő dolgok is megfognak, ha kell változni az életedbe. Akkor olyan dolog is meg fog változni az életedbe, amit már úgy gondolt, hogy nem is kell, mert te már el vagy így, és cifrázhatnám. Halleluja. Dicsőség, nagyság, erő és hatalom a megtartónak, aki egyedüli bölcs Isten, aki megőrizhet minket a bűntől, és az ő dicsőség elé állított fedhetetlenségben nagy örömmel, most és mindörökké. Amen. Törekedjünk rá, hogy fedhetetlenek legyünk. Az ember észre sem veszi, nem is tudatosul benne, amíg nem szán erre figyelmet, hogy az eltűrt, megtűrt bűnök, vétkek, érzelmi, szóbeli bűnök, vétkek, a szemnek való túlzott engedékenység és hasonlók, hogy nyilvánvaló dolgokról most ne beszéljek, hogy megrontják a mindennapi komfortját. Mert a szellem ezáltal szennyessé válik, mindig van rajta szennyfolt, meg újabbak kerülnek rá, de akkor már az ember lelke nem tud szabad lenni, mert csak korlátozottan tud jelen lenni Jézus Krisztus Szent Szellem által, de akkor az a szabadságot is, a lelki érzelmi szabadságot és sok mindent megolyt, megront, lekorlátoz. Na, ahol Isten Szellem, ott a szabadság. Isten Szelleme ott tud csak jelen lenni, ahol tisztaságra való törekvés van, ebbe való megújulási szándék, ebbe energia van fektetve. Tehát magyarul látja, és az ember demonstrál, hogy igen, én akarom. És ez rengeteg mindennek a korlátja, akadálya, és rengeteg mindennek a gyökere a mindennapi életekben, csak mivel ezekkel megtanul az ember élni. Ezért egyfajta elviselhetőségre törekszik csak az ember, túlélése játszik, a kicsi jóval is beéri, mert a legnagyobb jó is kevés és kicsi ahhoz képest, amit a tiszta szívben megélt Úrtól való jó dolgok jelentenek. Mert azt hiszük, hogy be tudjuk önmagunkat csapni, és ez lehet, hogy elmében becsapjuk magunkat, de a szellemünket nem tudjuk. Tehát a bűntudat, annak a terhe, az mindig ott van az emberen. És az emberben. Tehát mindennek az alapja a szentségre való törekvés. Figyelni, hogy mind gondolkodok, mire, hogy reagálok, milyen érzelmeket engedek meg magamnak, nyomás alatt mi jön föl belőlem,
és akkor nem konstatálom, hogy csak elmúlt a nyomás, de már nem olyan vagyok, rendben van, hanem tudom, hogy az ott van, az újra ki fog jönni. Tehát amit lehet, annak ellene megyek, felszírozom, világosságra hozom, kérem az Urat, hogy segítsen, szabadítson, tisztítson, szellemi harcolok, böjtölök, ha kell, nyelveken szólok, és minden harcmodort, ahogy az Úr vezet, vagy ha nem, nincs látásom, akkor kérek segítséget, bevetve, fölvállalva, török előre, hogy minél inkább új ember legyek. A fethetetlenség adja a legnagyobb komfortot. Amikor te neked nincs miért vádolni magad, amikor mások csak hazugságok révén tudnak vádolni, akkor bármilyen helyzetbe is kerülsz, ezáltal mindig meg tudsz újulni, mert ez garancia egyben arra, hogy Isten szelleme igenis ott van teljességével te benned, így nem tud megtörni a szíved. Ez el van bagatelizálva. Pedig ez nagyon lényeg és kulcs kérdés, ennél nincs fontosabb. Ha az ember nem fedhetetlen az Isten előtt, az teljesen mindegy, hogy kifelé mit mutatsz, vagy mutatok. Az Isten előtt, és így önmag előtt sem, nem fedhetetlen az ember, az mindent megront. Mivel az Istennek való kapcsolat akkor már sérült, így az önmagával való kapcsolata is az embernek, az önmegbecsülése, és minden, ami ebből ered, csorbát szenved, de egy önmagával meghasonló vagy meghasonlás szélén lévő ember másokkal sem tud tiszta jó kapcsolatot kialakítani. Sem adni, sem kapni nem tud úgy, hogy az valóban gyümölcsöző és áldást hozó legyen, főleg nem úgy, hogy mindkét félnek. És ez pontosan, hogy a más számára nem látható, a vallás és így karizmatikus közösségek által is elbagatelizált gondolat és érzelmi valóságon múlik. Jó párszor beszéltem arról, hogy miként tudod ezeket fölfedni, hogy a belső monológodat figyeld, egyebek, erre már nem szeretnék kitérni, hanem ezzel szeretném lezárni, mert annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben nagy örömmel, mert erre mi odaszálljuk magunkat, és az Úr elvégzi, az egyedüli bölcs Istennek, ami megtartónak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Amen. Halleluja.